itt hallottuk a számokat, valóban ez egy komoly volumen, és a piaci szegmens ilyen értelemben jelentős. Nyilvánvaló, hogy a tagság számára a középkeztetés egy komoly piaci lehetőség, ami nem csak a nagysága, hanem a kiszámíthatósága miatt is nagyon hosszú távon képes megoldást nyújtani a termelői oldalnak. Egyetértünk azzal a törekvéssel, hogy minél több helyi termelésű, előállítású, egészséges, jó minőségű magyar élelmiszer, lehetőleg minél több zöldség, gyümölcs, hús kerüljön közétkeztetésbe, és nem utolsó sorban a gyermekeink tányérjára. Mindenből kitűnik, hogy ez egy piacszerzési lehetőség, és a termelés fokozásával, a megtermelt termékek értékesítés esetén egy kiváló jövőbeni lehetőség. Az, hogy a termék nem utazik adott esetben több száz kilométert, az környezetvédelmi oldal is jelentős, csomagolóanyag, üzemanyag megtakarítás mindenképpen jelentős. Ugyanakkor meg kell említeni azt a bizalmi tőkét is, ami a beszállító és a terméket felhasználó, adott esetben elfogyasztó között kialakulhat. Örömmel tudok beszámolni arról, hogy a 2014 és 2020 közötti vidékfejlesztési stratégiában az Európai Unió forrásain belül egy külön alprogram áll a rendelkezésre a rövid ellátási láncok támogatására, és én javaslom megfontolni annak a lehetőségét, hogy ezt a két programot egymással szinkronizálva, a kölcsönös előnyöket felhasználva próbáljuk meg ide uniós forrásokat csoportosítani. Fontos, hogy ez a lehetőség ez nyitva áll, mint amely ez a programban való részvétel nyitva áll nem csak a kis, közepes, hanem a nagy élelmiszeripar előállítóknak, termelőknek egyaránt, tehát ilyen szempontból mérettől függetlenül nyílik meg a lehetőség. Szeretnénk kihasználni azt a lehetőséget, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a teljes termékpályát, ami az élelmiszeripar, az élelmiszer feldolgozást illeti, a teljes termékpályát lefedjük, így mindenkit meg tudunk szólítani, aki potenciálisan a programban részt tud venni. Ugye a termelői oldalra nagyon könnyen tudunk rákapcsolódni a falugazdász hálózattal, ami idén január 1-től a kamara égisze alatt működik. Ez egy 669 fős hálózat, teljes magyar vidéket elérjük. Ugyanakkor a kamara nem csak a termelőket, hanem a feldolgozóipart és a vidékfejlesztés szereplőit is tömöríti. Ezért kötelességünknek éreztük, hogy mind élelmiszeripari referens, mind vidékfejlesztési referens hálózatot építsünk ki, és ez már meg is történt. Múlt év novemberében Ételben az élet címmel szerveztünk a Fővárosi Kormányhivatal, illetve a Mintamenz a programmal közösen egy konferenciát, ahova több mint 100 potenciális beszállítót tudtunk elcsalni, akik vagy érdeklődőként, vagy kiállítóként ezen az eseményen megjelentek. Ez azonban az első lépés volt, és a konferencia pozitív hatása abban is érződik, hogy további érdeklődők rendszeresen keresnek meg bennünket, és érdeklődnek a programban való részvétel lehetőségeiről. És nem csak a termelők keresnek meg bennünket, volt rá példa, hogy iskolák érdeklődtek nálunk, hogy miképpen lehetne a gyermekek étkeztetését erre a programra felfűzni. Természetesen folyamatos feladat, hogy részletes tájékoztatást adjunk a programra való csatlakozásról, illetve összekössük a feleket, kihasználva itt a Mintamenz a program szervezőinek a segítségét is. Amiről fontos még szót ejteni, ez a minőségbiztosítás, hisz nyilvánvalóan senkinek nem közömbös, hogy a közétkeztetésben, hisz gyermekek, betegek is részt vesznek ebben, milyen minőségű élelmiszereket tudunk bevinni. Itt kormánymegbízott úr említette, hogy elég komoly szándék van arra, hogy egészségesebb, jó minőségű élelmiszerek kerüljenek az asztalra. Mi a magunk lehetőségei szerint minden kommunikációs csatornának áll a saját havonta megjelenő újságunkon keresztül is programot folyamatosan propagáljuk, és az abban való részvételre buzdítsuk. Amiben előrelépést lehetne még elérni, hogy azokat, akik még nem jutottak el az információhoz, vagy annak jelentőségét nem mérték fel, őket folyamatosan helyi rendezvényeken is tájékoztatni tudjuk, és ebben én úgy gondolom, hogy eddig is, ezután is közösen fogunk dolgozni. Köszönöm szépen!